A könyvelői munka pontossága, minősége fontos, az ágazati szakemberek felelőssége pedig jelentős. Évekkel ezelőtt azonban még nagyobb volt a teher rajtuk. 2012 óta megszűnt annak a lehetősége, amelyet az ARC szabályozott, hogy a könyvelőket büntettük azért, hogy a bevallást mulasztással adta be, illetve valamilyen hibát tartalmazott. Innentől kezdve, mivel az adóhivatal az adózóval áll kapcsolatban, az adózót terheli a felelősség, tehát ő kapja a mulasztási bírságot, amely egyébként magánszemélyek esetében 200 ezer forintig terjedhet, illetve vállalkozásoknál 500 ezer forintig terjed ez a bírságösszeg. Magyarországon jelenleg nem működik minőségbiztosítási rendszer a könyvitel területén, ezért a Nemzetgazdasági Tárca egy olyan új szervezet felállításán gondolkodik, amely képes lenne a képzési követelmények kialakításától kezdve a tevékenység engedélyezésén keresztül a folyamatos minőség ellenőrzésig ellátni a számviteli és az adózási terület felügyeletét, jelentette be a közelmúltban a Nemzetgazdasági miniszter. A könyvelők hallanak erről, keresnek is minket, konferenciákon hallottunk róla, Varga Mihály miniszter úr erről már a 2015 júniusában az egyik konferenciánkon javaslatokat, nyilatkozatokat összesített, véleményt mondott erről. A nyilatkozatokat követően többen véleményüket fejezték ki arról, hogy talán szükséges lehet, de a többség azért a nem egyetértés pártján van. Az Egyesület megyei vezetője hozzátette, egy teljes körű felügyeleti rendszer létrehozásához mindenképpen egyeztetni kell. Sokak szerint dicsérendő, de az egyesületek, szakmai szervezetek szerint elvárás, hogy a tárca egyeztessen. Ismereteim szerint szeptemberben lesz ilyen egyeztetés még a számvitel egyesület és a többi szakmai szervezet, valamint a tárca között. A kormány.hu-n az is olvasható, a kormányzat már dolgozik azon, hogy be lehessen kötni a cégek számlázó rendszereit is az adóhivatalhoz. A módszer a Nemzetgazdasági Tárca adóügyi helyettes államtitkára szerint lehetővé tenni a csalások legtöbbjének felszámolását.